Rába tűzsi minden lóval. Rárjam ki az acsidat. Nézd már majd nekem, hogy áll a törzsd. Legjobb ajánlat 2000, Angelo. Nem adunk el semmit. Kiválunk. Hát ez tiszta rasszizmus. Hát mit képzelnek ezek? Ingyen veszem én a cigánok szavazatát. Ha nem tudják ezek, hogy mennyire nehéz a sok buta cigánnak elmagyarázni, hogy hova tegye az X-et. Azt mondtad nekik, a szegfülőkkel aláírni, és már X-elték is az MSZP. Te sokkal szoktassalak meg. Képzeld, mi történt bajom. Ott van legkitanultabb unokaöcsém, a Jean-Pierre. Elküldöm Bajára, hogy húzza be a Melinda nevéhez az X-et. Hát mit csinál a félkegyelmi, hogy a Devla verje meg? Odaírja, hogy X. Elvétel lett az egész úgy, ahogy van. Megártott ez a sok iskola. Fölösleg is ez a második osztály. Hogy áll a Fidesz? Cigány, 1500. Hát ez a kis zsidó. Hát de rasszisták is. De meglódult a piac, Dick, most nézem. DK 2500, együtt PM 3000, MSZP 3002. Jó, jó. De nekem akkor is ez a gyújtsvána kedvence. Eldálja a legjobban a paraszt magyarokat. Ez olyan, mintha ő maga is cigán volna. Jó. Olyan, halljak meg, ha nem olyan. Ő utálja a legjobban a magyarokat. De hát keveset is hizet. Ja. Mit tegyek? Hát de miért a telefont kérde Dungeon? Ha honnan tudnád, te is szoktásálat meg. Okos telefon, azt szokták érni. Na, az izlet. Hatodik haszakad, én belépek a DK-ba. De előtte azt mondják, körül kell vetéltetnem. Hát az mi a rákot jelent? Tudja a rák, hogy mit jelent. De én felőlem. Betélhetnek körülöttem bármit, én akkor is belépek a gyurcsárunkhoz. Hatodik hazakad. Na tesókám, üljél vissza, azt nézed a tőzsdét, mert tavaszig fel fognak venni az árfolyamot.